Kedves, szeretett gyerekek, igazából ma, a lateráni bazilika felszentelésének ünnepe is van. A lateráni bazilika egyik legnagyobb és legrégebbi római templom, nagyon-nagyon régi, még a római birodalom császárai építették. A szűzanya tiszteletére szentelték, és hát ott van az az ikon, ami előtt Ferenc pápa mindig imádkozik, bármerre megy, bárhonnan jön, az első útja mindig ebbe a bazilikába vezet. És sokan úgy tartsák, hogy azt az ikon maga Szent Lukács evangélista festette. De minden esetre ott az ikon előtt imádkozik templom. Hallottátok a Virág szépen felolvasta, hogy a templom abból forrás fakad, és bővízű folyó, és táplálja, és gyógyítsa, és eteti az embereket. Igen, biztos, hogy egy-egy templomból, és mindegyik templomból, hát Isten szeretete fakad. És milyen jó, hogy Isten mindenütt jelen van. Tehát nem mondhatnánk azt, hogy hát akár a lateráni bazilikában, vagy Csíksomlyón, vagy mit tudom én, Máriaradnán, vagy Budapesten jobban jelen van Isten, mint akár a mi kis templomunkban. Ugyanazt a nagy Istent köszöntsük, aki a lateráni bazilikában is hát jelen van. Ugyanazt a szűzanyát köszöntsük, aki ott is jelen van. És ugyanazt az evangéliumot hirdetik itt is, mint Rómában, mint Csíksomlyon, vagy bárhol. És az evangélium ugye arról szól, hogy szeress, és fogadj be. És ma az örökbefogadás napja, világnapja van, és ezen a napon azokra gondolunk, akik szeretetből befogadnak másokat. Tudjuk, hogy Szent József nem vérszerinti apja volt a kis Jézusnak. Végül is, hogy mondjam, jó Isten írta a forgatókönyvet. Ő szervezhette volna úgy is, hogy Márias József megnősül, férhez mennek. Abban az időben a szüzesség nem volt erény, nem volt érték. Tehát nem azért, mert ez nagy dolog, hogy a szüze, és úgy kellett szüljön, nem. Abban az időben, sőt, kicsit szégyen is volt, hogyha valaki, hogy mondjam, egyedül maradt, vénleány lett. És Isten így látta jónak, hogy igen, Jézusnak legyen egy édesanyja, és egy befogadó, nevelő apja. És mind a kettő teljes értékű szülő, azt mondjuk szent család. Mind a ketten egyformán értékesek. Tehát én azt gondolom, hogy most Budai Alexet, vagy mit tudom én, mondhatnánk Dávidot, vagy nem tudom miféle, hát biztos az anyukája szülte, de Krisztina nevelőnéni befogadta. És az olyan szép, mert igen, Budai Alex, nagyfiú, felnőtt fejjel odament, és azt mondta, betetszik-e fogadni engem. Ő döntött. És mint két felnőtt nem volt ott Isten angyala, meg nem mondhatjuk azt, hogy nem tudom, mi történt. Ők ketten megbeszélték, és befogadták egymást, mert nem csak a nevelőnéni fogadja be a gyereket, hanem a gyerek is kvázi be kell valahogy, ő hozzám tartozik. Bízok benne. És olyan jó volt hallani ma, hogy mondta, hát, hogy Krisztina, hogy mennyire nem bánta meg, sőt, egyik legszorgalmasabb és szófogadó fia a családból, Budai Alex. Öröm volt hallani. Én mindenki előtt elmerem mondani, befogadni. Igen. Tehát hisszük és valljuk, hogy ez igen Isten akarata szerinti. Tehát hogyha most valaki elveszíti, Isten őrizzen a szívének egészségét, és akkor megműtik, és új szívet kap. Az élete ugyanolyan értékes, ugyanolyan szép.
persze az lenne jó, hogy mindenki maradjon meg a maga szívével, maradjon meg a maga szüleivel, nem? Vagy világ is itt van, hogy legyünk, aki olvasta itt az evangéliumot, a Szentírást, nagyon ügyesen, hát a nyáron hazahoztam Székelyföldről, mert úgy volt, hogy ott fog maradni, nem tudom, aztán végül mégis egy Dévára jön, és útközben beszélgettünk, hogy hát, hogy szeretnék. Na, ki nem, melyik nevelőnénén szeretne lenni? És ő tudatosan döntött Bernadett nevelőnéni mellett. Hát mondta, menj fel, nagy lány vagy, okos, ügyes, beszéljetek meg, és ha elakadt, szóljál. És ez valamikor szeptemberben volt, és lám, most is együtt vannak, békében, szeretetben, befogad. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és ezt meg is kell tanulni nektek is, hogy tartozni valahova, hogy függeni valakitől, hogy összefogódni. Mert ugye ma tudatosan egy nevelőt választott Alex. De én tudom azt, hogy eljön az az idő, amikor ugyanilyen tudatosan dönt egy lány mellett, és azt mondja, kicsi szívem, leszel az én feleségem. És az is megint, hogy mondjam, be kell fogadni azt a lányt. Tehát nem csak magadévá tenni, vagy jókot kacagni együtt, hanem az ő gondja a te gondod, az ő problémája a te problémád, az ő öröme a te örömöd. Befogadod. Igen. És ennek egy külön napja van, a befogadás, az örökbefogadás napja. Nagyon-nagyon fontos, hogy ezt megtanuljátok. Mert azt látom, hogy nagyon sok ember, amikor elválik, azért, mert nem is jött létre az a szoros kötelék. Az összesodródtak egymás mellett, jó buli, nem tudom miféle, de hogy igazából, hogy mondjam, ez az összeforrás nem jött létre. Tehát látjátok, hogy Antal atya 83 éves volt, akkor eljött és fázi örökbe fogadott engemet is, és mindannyiunkat. Azt mondta, fiam, hány napot ad még az Isten, azt mind neked adom. És meg itt volt köztük, vagy hát, vagy 15 évig, 16 évig. Sok napot adott az Isten neki. És közben nem mondta azt, na jó van, elegem van ebből az egész kocerárból, ennyi gyerek itt, minden, mint a hangyabolyba laknék, én elköltözök. Nem. Utolsó leheletig itt maradt köztünk, befogadott. Tehát lehetséges ez. Valaki mellett dönteni. És én nagy-nagy szeretettel arra biztatlak, hogy mindenki a maga szintjén, a nagyok a kicsiket, de a kicsik a nagyokat. Vagy az is, hogy tegnap este is együtt imádkoztunk, és annyira tetszett nekem, hogy hát úgy éreztem, hogy egy család vagytok. És tényleg vannak kicsik, és nagyok, és okosabbak, és egyszerűbbek, de mind összetartoztok. És ezt tudatosan akarni kell. Akkor vagytok erősek. Jézus Krisztus azt mondta, hogy ketten, hárman az én nevembe össze gyűlnek, együtt vannak. Én ott vagyok köztük. Befogadni. Integrálni. Többen a személyiségben én imádkozni fogok. És azt is tudom, hogy Dalmasszony is befogadott minket, és nem csak úgy jelképesen, hanem mindig-mindig érdeklődött felőletek. És hát ugye az utóbbi időben már nagyon gyenge volt, ritkán volt lehetőségem találkozni vele, de mindig-mindig szeretettel gondolt rátok, és valamint egy kis édességet, vagy valami pénzt mindig küldött, hogy hát a gyerekeknek legyen minden, amire szükségük van. Befogadott. És mi is befogadtuk őt, és ezért hát a Szent Ferenc Alapítvány halottjának tekintjük, és ezért ezt a szentmisét ma érte, mondjuk, érte ajánljuk fel a mindenható Istennek. Amen.